csendesebbre fogtuk a háttérzenét, és így lehetett jókat beszélgetni, jókat elmérkedni, találkozni, múltat idézni, jövőt latolgatni, úgyhogy ez talán az egyik legfontosabb része a konferenciának. És hát akkor most a másik fontosabb részére térünk át, a szakmai dologra. Előzetesen néhány olyan információ, amiről úgy gondolom, hogy tudni kell. Ugye látszik a programból is, hogy ez az előadás blokk 11 óra 10 percig tart, akkor tartunk egy szünetet. Itt az előtérben, illetve az épület előtt, ha éppen nem fog szakadni az eső, már ígértek ilyesmit is sajnos ára, de reméljük, hogy ezt nem úgy szok. És utána, a következő blokk után pedig ugye az ebéd, ugyanott lesz, ahol a tegnapesti vacsora, tehát a palota, palota lovak termében lesz az ebéd. Hát igen, méltó sikerült ezt megtalálni. Közben nincs fedett rész, tehát azért lehet, hogyha sütősek kell mennünk az átigazolást az ebédhez. Talán most már azért azt hiszem, hogy mindenki megtalálta a különböző utakat itt a kicsit labirintus jellegű objektumban, úgyhogy nem fogunk eltévedni. Tegnap egy kicsit kalandosan kezdődött sokaknak. Én is egy fél órát keresgéltem a szállásomat, nem mondom őszintén. De megtaláltuk, és most már az alkohol szint nem éri el azt a küszöböt, akkor meg is találom a szállást. No, hát akkor térjünk át az érdemi részre. Először is köszönet mindenkinek, aki részt vesz a konferencián, köszönet azoknak, akik vállalták az előadások megtartását, természetesen külön köszönet még a rendezésért, amit azt gondolom, hogy kiváló, és köszönet természetesen a cégeknek a szponzorációért, amit nem győzünk eleget hangsúlyozni. Tudom, hogy ez a konferencia most egy kicsit drágábbnak tűnik, mint az előző konferenciák voltak, de hát sajnos úgy gondolom, hogy ez Magyarországon ma már nem olyan nagy újdonság, még mindig az olcsóbbak közé tartozik, azt hiszem, és ez köszönhető elsősorban valóban a szponzorációs szándékoknak, azoknak a cégeknek, akik ebben beszálltak. És akkor kezdjük meg az érdemi munkát. Nem is szeretném túlságosan elhúzni a megnyitómat, úgyhogy az első előadónk Gregorics Gergő, a Siemens Mobility Kft. Részéről, bocsánat, még mindig a régi beidegződés van bennem a Siemens Zrt-nél. És akkor át is adom egyenlőre a mikrofont. Van, szerintem vagy ezek. Ja jó, akkor úgy köszönöm szépen. Tied a szó. Igen. Üdvözlök mindenkit, jó reggelt, kedves kollégák. Ahogy említették, Gregorics Gergely vagyok a Siemens Mobility Kft-től, és engem ért a megtiszteltetés, hogy az első előadást ma tarthatom, aminek a címe pedig Siemens Mobility szerepe a budapesti 3-as metróvonal rekonstrukciójában. Szerintem elég beszédes cím, úgyhogy nagyjából mindenki sejti, hogy nagy vonalakból miről lesz szó, de azért egy kicsit kitérnék arra, hogy milyen témákat fogok érinteni itt az előadás során. Szeretném egy kicsit madártávlatból úgymond kezdeni az előadást, egy pár szót a metróról, a nagy projektről megemlíteni. Aztán áttenném a fókuszt magára a Siemensre, a Siemens feladataira. Utána pedig közelebb lépve még egyet, a projektvezető projektcsapatnak a székéből, szemszögéből az említésre méltó
tapasztalatokat, kihívásokat, főként kihívásokat említeni. Szóval akkor kezdjük is el egy kicsit messzebbről általánosságban. Ugye maga a budapesti 3-as metróvonal Kőbánya, Kispest és Újpest központállomás között fekszik, 20 utasforgalmi állomást foglal magában, illetve egy járműtelepet a Kőér utcában, és bár nem került föl, én még ide sorolnám a Szabó Ervin téri diszpécser házat is, ugyanis ott is van egy áramellátáshoz kapcsolódó ugye áramátalakító, illetve a diszpécser központ, az energia diszpécser központ is. Maga a projekt célja, a nagy projekt célja, hogy így mondjam, ezeknek az utasforgalmi állomásoknak a teljes építészeti, gépészeti, elektromos felújítása, és ehhez kapcsolódóan a vonali áramellátás korszerűsítése volt, mindezt 3 építési ütemben, 3 szerződésben megvalósítva. Fontos még megemlíteni, hogy párhuzamosan fut egy vágányépítési projekt, aminek a vágányok, biztosító berendezés, távközlési hálózatok, illetve a diszpécser rendszerek felújítása a célja. Maga a projekt az első építési ütemmel 2017 második felében kezdődött, az északi szakasz 6 állomásával, ez a Dózsa-György úttól az Újpest központig tartott. Ezt követte a déli szakasz, a Kökitől a Népligetig, beleértve a Kőér utcai áramátalakítót is, és 2020-ban folytatódott a jelenleg is tartó középső szakasszal, ami 9 állomást foglal magában. Tervek szerint, illetve a szerződések szerint 2022, tehát ez év végében lett volna a befejezés. Én azért mögé raktam egy kérdőjelet, mert több információ, több helyről hallható információ, hogy ez valószínűleg át fog tolódni jövő év első felére. Azonban ez nálunk még a szerződések szintjén nem nagyon jelent meg. Maga a szerződéses struktúra az a dián látható módon épült fel. Az építető személye mind a 3 ütemben, mind a 3 tenderben ugyanaz volt. A generál kivitelezői szerződést az északi és déli szakaszon a Strabag, a középső szakaszon pedig a Spitalski építő nyerte meg. A Siemens szempontjából a szerződéses lánc további elemei az északon és délen úgy nézett ki, hogy a VIV-vel szerződtünk, a középső szakaszon pedig közvetlenül a generál kivitelezővel vonódtunk be a projektbe. A vállalkozói szinten szeretjük az állandóságot, úgyhogy mind a 3 ütemben egy kis ferdítéssel, ugye itt látszik, hogy egy perjellel van a 2 cég, ők ütemtől függően változtak, de a többi 4 céggel mind a 3 ütemben együtt dolgoztunk, és osztottuk fel a Siemensnek a szerződéses feladatait. Mik is voltak ezek a szerződéses feladatok? Egyrésztről a 0,8 kV-os áramellátási rendszernek a szállítása, egészen a tervezéstől az üzembehelyezésig, illetve a távvezérlő beintegrálásig. Másrésztről az energiadiszpécser rendszernek az energiadiszpécser rendszerben a távvezérelhetőség kiépítésében való részvétel több szinten, ugye állomási és központi szinten is, illetve említésre méltó az automatika rendszereknek bizonyos hardware elemeinek a szállítása, illetve az automatika rendszerek illesztése és vezérlése. Kicsit felsorolás szintjére kibontva, a 0,8 kV-os áramellátási rendszer elemei, egyenirányítók, pozitív negatív elosztók, RFC cellák, ugye ez a földelő rövidre záró cellának a rövidítése, hosszanti szakaszoló cellák, delegált állomáson a PT cellák, illetve minden állomáson az érintésvédelmi berendezéseknek a gyártása, szállítása, telepítése, üzembehelyezése, stb. Az RFC cella kivételével ezek a Siemens-Citras családnak a tagjai, tehát Siemens gyári termékek. Az RFC cella viszont
egy szankon összerakott, a V-Max Electricnél összerakott termék, aminek maga a lelke egy Siemens megszakító. A magáira telepítéséért ugye ütemtől függően vagy a Maxi Contech vagy a Fullmansol felelt, az üzembehelyezés, tesztelés, integrációért pedig az egész állomáson a Debaru. Az energiadispatcher rendszereknek, ugye, ahogy említettem, két szintje volt. Az egyik az a helyi, az állomási távvezérlésnek a kiépítése. Ezt a távvezérlő cellába integrált Siemens panel PC-vel valósítottuk meg, illetve egy szinttel följebb lévő feladat volt ezeknek az állomásoknak a Szabó Ervin téri dispatcher központba történő integrációja. Mind a két szinten a Siemens Vicos P500-as szoftver fut, a szoftveres munkákat pedig a Selectro Service végezte el nekünk. Automatika rendszerek vonatkozásában, ami említésre méltó, az ERA szekrény. Ez szintén az Selectro Service gyártotta és helyezte üzembe, illetve ehhez kapcsolódóan a különböző automatika rendszereknek az összehangolását és vezérlését végezte el. Pár szót a projekt ütemezésére vonatkozóan. Amit ide fölraktam a diára, táblázat, ez igazából a középső szakasznak a lebutított ütemezése, hogy úgy mondjam. Sajnos az egész projektnek vagy az egész projektben tapasztalható tendenciát viszont jól lehet rajta szemléltetni. Ugye itt láthatóak a középső szakasz állomásai, zölddel jelöltem azokat a hónapokat, amikor a beszállítás és a telepítés tervezett időpontja elérkezett volna, pirossal pedig azokat, ami a tényleges volt, illetve a módosított tervezettet. Jól látható, hogy az állomások nagy részén sajnos 1-2-3, adott esetben 4 hónapos csúszással jutottunk hozzá a munkaterületekhez. És ezzel át is kötnék a kihívások és tapasztalatok részre. Miért kihívás az, hogy csúszunk? Miért kihívás az, hogy nem kapunk munkaterületet? Egyrésztről viszi a pénzt. Raktározni kell a már legyártott berendezéseket, ki kell fizetni a már lefoglalt szállításokat, de lemondott szállításokat, és újra kell szervezni a kapacitásokat. Ugye érthető és elfogadott módon a vállalkozóink párhuzamosan dolgoznak több helyen, úgy ezért igen érzékenyen érintett minket a többszöri csúszás, a kapacitások többszöri átszervezése, és az újbóli, ugye előzetes felmérések, újbóli felvonulások. A másik nagy része a kihívásoknak, ugye az interfész határfelületeknek a menedzsmentje, ugye ez a projektmenedzsmentnek egyik oszlopa, és nem is azért vettem ide föl, mert hogy önmagában ez gondot kell, hogy jelentsen. Ami nekem tapasztalatom volt ebben a projektben, az az, hogy ezek az interfészek a metróban, vagy a metró ebben a hármas metró projektben fokozottan jelen vannak. Véleményem szerint ez egy több rétegű probléma, aminek az alapja nyilván érthető módon az, hogy a vasútüzem általánosságban is, ugyanúgy a metró is, az egy bonyolult rendszer. Bonyolult rendszerek összessége, egymással kapcsolódó, egymásra ható, egymással párhuzamosan működő rendszerek összessége, ami alapjáraton műszakilag feltételez több interfészt, hogy úgy mondjam. Erre rakódott rá az előkészítésből adódó kapcsolódási pontok, hát úgymond mesterséges kialakítása. Ugye az ütemekre bontás miatt térben, időben, műszakilag is és szerződéstechnikailag is létrejött rengeteg olyan interfész, amire szintén figyelni kellett. Sokszor úgy gondolom, hogy
indokolatlanul is létrejöttek ezek a határfelületek. Gondolok példaként pontosan az áramellátási rendszernek a feldarabolására, ami egy összefüggő, egybefüggő rendszer, de mégis több külön szerződésben lett megvalósítva. És a harmadik rétege a problémáknak ugye az adott tendereken belül a szerződéses struktúra okozta akár vertikális, akár horizontális kapcsolódási pontoknak a kezelése. Úgyhogy ebből a három dologból létrejött egy igen szép mátrix, amivel napi szinten foglalkozni, bár sok állomás van a hátunk mögött, azért még mindig nehéz. Pénzügyileg, jogilag, műszakilag, organizációs szempontból ezt lefedni. Úgyhogy ez egy jelentős részét elviszi a kapacitásunknak, hogy úgy mondjam. De meg kell vele küzdenünk, és meg is küzdünk vele folyamatosan. Így az előadás végére pedig egy pozitív gondolatot hozzak, hogy azzal zárjam, hogy hát haladunk. Öt év távlatából azt tudom mondani, hogy egy szűk egy évünk van, és végre vissza tudjuk adni Budapestnek az egész hármas metró vonalát. És ezzel én szeretném is megköszönni a figyelmüket. Köszönöm szépen!